Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a nyári szünet előtti utolsó soros testületi ülésen. Külön tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, Róda Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenléti alapján megalapítom, hogy 9 képviselő van jelen. Távolmaradását bejelentette Nagyné László Erzsébet képviselő asszony és Szepesi Tibor képviselő úr. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Azzal a változtatással, hogy a 22. napirendi pont kerüljön levételre, és helyébe az alábbi pótnapirend kerüljön. Javaslat a Karcsa Kálvin utca 3919/4 helyrajzi szám alatti ingatlan, azaz a víztorony digitál közlési szolgáltató Kft. Részére történő részbeli bérbeadására. Köszönjük képviselőasszonyt, és rögtön 10-en lettünk. További pótnapirendi pontok felvételét is javaslom, úgy mint javaslat a Karcagváros településrendezési eszközeinek 2017. évi módosításaihoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére, valamint javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében rendkívüli szociális támogatás igénylésére. Először a módosításokról kell döntenünk, aki tudja támogatni a napirendi pontok felvételét, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került felvételre. Van-e valakinek egyéb más napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, úgy a teljes napirendet teszem föl szavazásra, aki támogatja a megvitatásokat, kérem jelezze, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a 25-től 32-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Ha tudjuk ezt támogatni, kérem jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Tisztelt képviselőtestület, a Magyarországgyűlés 2012-ben június 29-ét a kulákműldözés áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Becsületes, tisztességesen dolgozó embereket és ezzel családokat, generációkat tettek tönkre, ejtettek rajtuk gyógyíthatatlan sebeket. Együttérzésünk elől kérem, hogy egy perces néma felállással tiszteleljünk előttük. Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselőtestület! 2017. március 30-án az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdetett meg. Az egyéb kézműves alkotás kategóriában nevezett be az Arany János Általános Iskolai Tagintézmény 4. A-osztálya. 16 tanuló bevonásával Ládiné Roncsek Ilona projektvezető és Horváth Tóth Éva osztályfőnök vezetésével készült el a pályázati munka. Először a megyei fordulót nyerték meg, majd országos elbírálás eredményeként meghívást kaptak a díjátadó ünnepségre, amelynek helyszíne a fővárosi Nagy Cirkusz volt. Nagy öröm számunkra, hogy Karcagnak és a megyének is dicsőséget szereztek. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében szívből gratulálok a tanulóknak és a segítő pedagógusoknak. Felkérem Ládiné Roncsek Ilona projektvezetőt és Horváth Tóth Éva osztályfőnököt, szíveskedjenek kifáradni és egy-egy virágcsokrot átvenni.
szívből gratulálunk a szép eredményhez, és természetesen a gyermekekről sem feledkeztünk meg. Nyilvánvalóan ők már a vakációt töltik, nehéz őket összegyűjteni, de a pedagógusokon keresztül egy kis ajándékot számukra is eljuttatunk. Tisztelt képviselőtestület! Minden évben július 1-e a közszolgálati tisztviselők napja. A közszolgálni nem egyszerű feladat, nem egy állás, hanem egy hivatás, évekre, évtizedekre szóló elköteleződés is egyben, amelyet hivatali dolgozóink nap mint nap tapasztalnak. Ez alkalomból a Karcagvárosi Önkormányzat nevében tisztelettel és szeretettel köszöntök minden közszolgálati kollégát, munkájukat megköszönve kívánok jó egészséget, további sikeres, eredményes éveket. Tisztelt képviselőtestület, felkérem Róna Sándor jegyző urat, hogy a két testület ülés között történt fontosabb eseményekről legyen szíves tájékoztatni bennünket. Május 26-án a Hősök napja alkalmából az első és a második világháborús, valamint a Levente emlékműnél helyezettel koszorult Dobos László polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester. Május 27-én voltak a családi és gyermeknap, sportnap programjai a Ligetúti sporttelepen. Megrendezték a népételek főzőversenyét, valamint a 4. Nagykundiák birkapörkölt főzőversenyt is, ahol a Nagykund településekről érkezett középiskolás csapatok mérték össze birkafőző tudományukat. Jelen volt a rendezvényen a Tour de Hongrie szervező csapata is, akik a kerékpáros sportot népszerűsítették. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselők, köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. Május 30-án tájékoztató és egyeztető konferencia volt a vidékfejlesztési program keretében létrehozásra kerülő nagykunsági ízek és termékek védjegyről Mezőtúron. A konferencián Kovács Szilvia alpolgármester képviselte városunkat. Május 31-én került sor a helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban című projekt nyitó rendezvényére Karcagon. A megjelenteket Dobos László polgármester úr köszöntötte, jelen voltak Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Karcagi Nagy Zoltán képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester. Szintén május 31-én operettgálára várták a műfaj kedvelőit a Dérényi Kulturális Központban. A sztár vendég Oswald Marika volt. Június 2-án ünnepi megemlékezést tartottunk a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Emlékezési beszédet mondott Sági István, a Karcagi Tankerület igazgatója. A műsorban közreműködött Gánóczi Ferenc középiskolai tanár és a Nagykun Honvéd banda tagjai. A városi önkormányzatot Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Molnár Pál, valamint Dobos László polgármester úr képviselték. Június 6-tól 9-ig zajlottak a 88. ünnepi könyvhét és a 16. gyermekkönyvnapok programjai. Június 6-án középpontban a táj címmel nyílt kiállítás a képzőművész tanszakos diákok munkáiból az ifjúsági házban. A megnyitó részt vett Pánti Ildikó képviselő. Június 8-án a Sétáló utcában várták az olvasókat, a zenés olvasóra felléptek az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A programban közreműködtek Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor képviselők. Június 9-én került sor a Kertész leszek című irodalmi pályázat ünnepélyes eredmény hirdetésére az ifjúsági házban. Jelen volt Kovács Szilvia alpolgármester és Szepesi Tibor képviselő. Június 7-én volt a 14. országos patika nap megyei megnyitója a Betánia gyógyszertárban. A megnyitón Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselte a városi önkormányzatot. Június 10-én a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, június 16-án a Kárdas György Általános Iskola, a Szent Pál Marista Általános Iskola és a Kovács Mihály Általános Iskola, június 17-én pedig a Kiskulcsosi Általános Iskola 8. osztályos diákai búcsúztak iskoláiktól. Az ünnepségeken részt vettek Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők, valamint Dobos László polgármester.
Június 10-én a Bácskos út falván megrendezett Nemzetközi Néptánc Fesztiválon Dobos László polgármester úr volt jelen Karcagváros képviseletében. Június 14-én dr. Ötvös László Hajdú Bagosi Bibliás Krónika és az Érintő Erő című könyveinek bemutatójára várták az érdeklődőket a Csokonai Könyvtárban. A szerzővel Rideg István tanárról beszélgetett. Június 18-án volt a református általános iskola tanévzárója. Az önkormányzatot Szepesi Tibor képviselt az eseményen. Június 20-án került sor a Madarász Imre Egyesített Oboda pedagógus napi ünnepségére. Az ünnepségen részt vettek Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők, Kovács Szilva alpolgármester és Dobos László polgármester úr. Június 21-én tartották a György István katolikus általános iskola tanévzáró ünnepélyét, melyen Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán és Molnár Pál voltak jelen a képviselőtestületből. Június 23-án és 24-én került megrendezésre a 19. Karcagi Birkafőző Fesztivál. A több mint 10 000 látogatót vonzó rendezvényen 500 bográcsban főtt a kunok hagyományos étele, a Hungarikum birkapörkölt. A fesztivál vendége volt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter. Itt volt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is, aki a Karcagi György István Nagykun Múzeumban nyitotta meg a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatot. A szakmai zsűri vezetője Benke László mesterszakács volt. A főzőverseny mellett kulturális, hagyományőrző és szórakoztató rendezvények is várták a látogatókat. A rendezvény Dobos László polgármester úr nyitotta meg, az önkormányzatot valamennyi képviselő képviselte. Június 25-én volt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium évzárója. Az ünnepségen Kovács Szilvia alpolgármester vett részt városunk önkormányzatából. Június 26-án a világ királynője engesztelő mozgalom éves közgyűlésén Budapesten Pánti Ildikó képviselte Karcagváros önkormányzatát. Június 29-én, azaz ma, koszorúzással emlékeztünk a kuláküldözés áldozataira. A tiszteletükre emelt kopjafánál emlékező beszédet mondott dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, közreműködött Szendrei Gitta színművész. A megemlékezésen jelen voltak Molnár Pál, Karcagi Nagy Zoltán és Pánti Ildikó képviselők. Az önkormányzat nevében koszorút helyeztek el Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, valamint Dobos László polgármester úr. Köszönöm szépen jegyző tájékoztatóját. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Köszönjük a megjelenést a kedves pedagógusoknak. Jó vakációt kívánok, jó pihenést! Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Csak egy mondat elég visszatérve a Birkafőző Fesztiválra, miután Szepesi Tibor képviselő úr éppen hivatalos elfoglaltsága miatt nem vehet részt a testületi ülésen, a műfőves pálya műszaki átadásán vesz részt. Így én hagy köszönjem meg mindazoknak a munkáját, akik a 19. Birkafőző Fesztivál sikeréért dolgoztak. Nagyon-nagyon kemény munka ez, és mindig bizonytalan, hogy sikeres lesz vagy nem. Lesz sikeres, én úgy gondolom, hogy az idei mindenki megelégedésére volt megrendezve. Csak érdekességképpen az utolsó egyeztető ülésen több mint 30-an vettünk részt. Ez azt jelenti, hogy a 30 jelenlévő egyeztető személy valamilyen intézményt vagy szervezetet képviselt, tehát itt nagyon több száz ember dolgozik azon, hogy sikeres legyen egy-egy ilyen rendezvény. Köszönet érte mindenkinek. Tisztelt képviselőtestület, folytassuk munkánkat. Bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem. Szabadságot nem vettem ki a két ülés körötti időszakban. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Azzal a kérdéssel fordulok polgármester úrhoz,
hogy a posta új lámpás kereszteződésnél a templom előtti útszakaszon kihelyezésre kerülhetne egy megállni tilos tábla kiegészítő táblával hétfőtől szombatig felirattal. Így vasárnap villogó sárga lámpa mellett a templomba érkezők parkolhatnának, úgy, ahogy eddig is. Sajnos az életbe bizonyította, hogy rendkívül szükséges a megállni tilos tábla, mivel ha egy autó leparkol a templom előtt, akkor bedugul a lámpás útkereszteződés, és elveszíti lényegi funkcióját. Tudom, mivel a múltkor, amikor parkolóhelyekre kérdeztem, polgármester úr bővebben kifejtette, hogy terveibe szerepel a posta környékén a parkolóhelyek kialakítása, templom posta felőli oldalánál. Ez a terv a lámpás kereszteződés elkészültével nagyon időszerűvé vált. Tegyük élhetőbbé városunkat, köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a felvetést, már folyamatban van a dolog, mi is érzékeltük abban a szenzúrásban, hogy elkezdődött a villanyrendőr működése, hogy itt jelentett ez közlekedési problémát, igen, a megállni tilos tábla ki lesz helyezve. Sőt, még egyéb más dolgot is észleltünk, például a kerékpárosok levágják ott a néhány kis útszakaszt a kereszteződésbe, úgyhogy néhány korlátot is van szándékunkba kihelyezni, hogy ne torony iránt közlekedjenek a kerékpárosok, hanem ők is tartsák be a közlekedés szabályait. Van-e további napirendelőtti kérdés? Ha nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, egyben javaslom, hogy az első napirendi pontot egy kicsit későbbre halasszuk, tudnélik a TRV-nek a illetékes szakember, aki ígért, hogy ide érkezik, más egyéb testületi üléseken is részt vesz, úgyhogy később fog tudni ideérni. Szerintem ez nem jelent problémát számunkra. Amikor ide érkezik, akkor térjünk rá az első napirendi pontra, úgyhogy javaslom, hogy rögtön a másodikkal kezdjünk. Ami egy javaslat, Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 rendelet módosítására. Ez a képviselőtestület a törvény előírja, hogy negyedévenként az átfutó tételeket, a változásokat be kell építeni a költségvetésben. Ez történik meg ebben a módosításban. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr, bizottsági elnöknek adom meg a szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlők, tisztelt televíziónézők. A pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság múlt heti ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, a költségvetési tervezetet alaposan áttanulmányoztuk, a módosítást egyébként a bizottság elfogadta, mint javaslatot. A rendelet tervezet tartalmazza a központi költségvetésből legutóbb lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat, az egyes feladatokhoz átvett pénzeszközök előirányzatosítását, előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, valamint a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat. Jelen módosító javaslat összességében 1.397.070.384 forint bevételi és kiadási előirányzat módosítást tartalmaz, amely 45,7%-kal növeli meg költségvetésünk eredeti főösszegét. Hadd beszéljek a teljesség igénye nélkül a jelentősebb tételekről a bevételi oldalon. Kötelező feladatainkhoz közel 61 millió forint működési támogatást kaptunk, a közfoglalkoztatás támogatására önkormányzati szinten közel 234 millió forint szerepel a támogatások között. Tavaly beadott topos pályázataink közül több már elbírálásra került, támogatási szerződéseket megkötöttük. A helyi foglalkoztatási paktum pályázatunkra 85 millió forint támogatásban részesültünk. A zöld város kialakítása pályázatunkra közel 128 millió forint érkezett. A kerékpárút hálózati kiépítése pályázatunk 497 millió 503 ezer forint támogatásban részesült. A 2015 évi milánói világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő újjáépítésére 2017 évre ütemezetten
mintegy 329 millió forintot kaptunk. Az átadás, átvétel és a raktározás, tárolás megszervezése már elkezdődött ebben az ügyben. Beépítése került a költségvetésünkbe a 2016 évi maradvány eredeti előirányzaton felüli 106 millió 965 ezer forintos összege is. Néhány szót a kiadási oldalról. Az intézmények kiadási előirányzata növekedett, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzata szintén növekedett, a lakossági szennyvíz rákötések és új gerincvezeték építésének támogatására az eredeti 10 millió forint kereten felül további 10 millió forint kiadási előirányzat került beépítésre. Valamint szintén 10 millió forint kiadási előirányzatot biztosítunk a városi kamerarendszer kialakításának első üteméhez. Jelen módosító javaslat tehát összességében 1 milliárd 397 millió 70.384 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz, és ha ezt figyelembe vesszük, önkormányzatunk 2017-es évi költségvetésének bevételi és kiadási főszege 4 milliárd 452 millió 833.384 forintra módosul. A pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Van-e további jelentkezés? Tisztelt képviselő, tisztelt hölgyeim és urak, tessék pár, András képviselő úr, tessék. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A korábbi időszak gyakorlata általában az volt, hogy a költségvetést és költségvetéshez kapcsolódó módosításokat ellenzék részéről nem támogattuk. Ez az év úgy tűnik, hogy elég erős kivételt képez, mert ebben az évben tartózkodtunk ebben a kérdésben, és most ezt a napi rendi pontot és ezt a módosítást teljes szívvel és teljes örömmel támogatni is fogjuk, igennel szavazunk ebbe a kérdésbe. Már csak azért is az elnök úr által elhangzottak alapján is, illetve amit kezdeményeztünk és egy ideje eléggé sarkosan kiálltunk mellette, az ugye a kamerarendszer kiépítése, ennek a fedezete bekerült ebbe a módosításba, ezt egy nagyon pozitív, nagyon előrelátó dolognak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy a közös munkának, a közös gondolkodásnak mindig megvan a maga eredménye. Ez egy nagyon jó és nagyon eklatáns példája lehet ennek a dolognak. Bízok benne, hogy a továbbiakban is hasonlóképpen fognak majd zajlani a dolgok. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, ezt örömmel hallom, hogy tetszenek támogatni a költségvetés módosítását. Én a korábbi években is javasoltam, hogy történjen meg akár a költségvetés elfogadásánál, akár a módosításoknál, mert az előző évek alapozták meg azt a lehetőséget, ami most kitárulkozik előttünk. Remélem, hogy nem lesz baj a jobbikos képviselőknek ebből, hogy megszavazzák ezt a módosítást. Jelentem, a Fidesznél most tagfelvételi stopp van. A helyzet az, hogy mi is úgy látjuk, hogy a gazdálkodás teljesen rendben van, és minden lehetőséget biztosít arra, hogy a város szépen folyamatosan, lépésről lépésre fejlődjön, de valóban örülök annak a közös gondolkodásnak, ami előrébb viszi a várost, és ezt várjuk a későbbiekben is, és örülünk ennek a fordulatnak. Ettől függetlenül természetesen az év hátralévő részében is végtelenül okosan, takarékosan kell gazdálkodni, hogy ez az állapot megmaradjon az év hátralévő részében is. Van-e további jelentkező hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor most szavazzunk, amíg meg nem gondolják magukat az ellenzéki pacsorok képviselői, aki támogatja, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 3-as javaslat. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetre. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a rendeletek átvizsgálásra kerültek, és
néhány rendelet okafogyottá vált, így a hatályon kívüli helyezésükről célszerű dönteni. Vitáról bocsájtom a napi rendet, kérdés hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Annyi, szavazzunk, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulak került elfogadásra. A negyedik napi rendi pont tájékoztató a Karcagi Ipari Park Kft. 2016. évi tevékenységéről és középtávú terveiről. Egy szép anyagot kaptunk. Tisztelettel köszöntöm Varga Nándor ügyvezető igazgatórat. Kérdezem, hogy szóbeli tájékoztatással kíván-e élni. Igen. Tessék parancsolni, érkezik a mikrofon. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők! Nem elsősorban a beszámoló és tájékoztató kiegészítését kívánom most megejteni, hanem azt a tájékoztatást, hogy bár az elmúlt évben betelepülő nem jelentkezett konkrétan, aki területet vásárolt, illetve üzemet kezdett el építeni, de a tárgyalások folyamatosak. Az, hogy mikor és ki fog betelepülni az ipari parkba, azt egyelőre nem tudhatjuk, mert volt a korábbi időszakban olyan is, amikor már a szerződés aláírásra került, és a betelepülő mégis meggondolta magát. Ennek ellenére én nagyon köszönöm polgármester úr, alpolgármester úr aktív segítségét, akik minden esetben fogadnak bennünket, illetve fogadják a betelepülőket, és tájékoztatják a városban adódó lehetőségekről. Ők maguk is segítenek abban, hogy keressenek betelepülőt, hisz nem mindegy, hogy Karcagváros lakosságának tudunk-e munkát biztosítani, akár több száz fő részére is, vagy a város büdzséjét hogyan erősíti az az iparűzési adó, ami egy-egy jól menő vállalkozás pénztárcájából kerül át a városhoz. Csak mégis egy apróság, hogy milyen akadályok vannak. Volt egy nagyon komoly tárgyalásunk egy befektetővel, és arra a pályázatra vártunk, ami korábban meghirdetésre került, hogy ilyen pályázat megjelenik, ezen pályázat segítségével felépítheti az üzemet a betelepülni kívánó vállalkozás. Sajnos ez a pályázat a mai napig nem jelent meg. A vállalkozás azt mondta, hogy akkor köszöni szépen, más formában, más vállalkozást próbál majd indítani. Ez nem szegi meg a kedvünket természetesen. Jelenleg is folynak tárgyalások, és többen megállítanak útközben, kérdezik, hogy mi várható, kikkel tárgyalunk. Szeretném tájékoztatni itt a televízió nézőket is, hogy addig, amíg aláírásra nem kerül megállapodás, illetve az üzleti partner fel nem hatalmaz bennünket arra, hogy ezt közzétegyük, addig nem kívánok én sem nyilatkozni. Jelenleg is van ilyen tárgyalásunk, több is, és remélem, hogy hamarosan tájékoztatni tudom önöket. A későbbiekben lesz egy másik napirendi pont, a város területrendezési tervével kapcsolatosan. Külön köszönöm, mert ott nem kívánok hozzászólni, hogy polgármester úr, alpolgármester úr, illetve a hivatal dolgozói korrekt módon és gyorsan intézték azt a három ügyet, ami éppen a Karcagi Ipari Park területét érintette. Köszönöm ezt a segítséget, és nagyon jól esik máskor is, ha ilyen jellegű segítséget kapunk. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Vitára bocsátom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, valóban nem könnyű befektetőket az ország keleti felébe csábítani, és egyre nehezebb lesz, de én úgy gondolom, hogy az ügyvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy mégiscsak legyen sikerünk, és jöjjenek ide, ha lassan is, de biztosan, hiszen elemi érdekünk az, hogy
valóban iparüzési adót befizető jó menő vállalkozások kerüljenek ide ebbe az ipari parkba. Ahogy igazgató úr is említette, igen sok összetevője van annak, hogy ide jön, nem jön, meggondolja magát, ezek a elhatározások percről-percre, óráról-órára változhatnak. Nyilvánvalóan a pályázattól, egyéb más lehetőségektől függően. Én elfogadásra javaslom a tájékoztatót, aki tudja támogatni, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, és jó munkát, kitartó munkát kívánok igazgató úrnak. 5. napi rendi pontunk tájékoztató a Karcagvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről. Úgy, mint Karcag testvérvárosaiért, Karcagért közalapítvány, Varga József nyelvtanulás alapítvány, nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítvány, Kovács Mihály alapítvány, illetve a bűnmegelőzési alapítványról kapunk képet ebben a tájékoztatóban. Köszöntöm körünkben a kuratóriumi elnököket, kuratóriumi tagokat. Vitára bocsájtom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A tájékoztatót az anyagból olvashatjuk, hogy az Idegenforgalmi Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Pánti Ildikó képviselőasszony kér szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim, jelenlévők és kedves televíziónézők! Ismét eltelt egy év, és mint ahogyan polgármester úr is említette, ugye, hogy az Idegenforgalmi Bizottság helyzetéből adódóan a múlt heti ülésén tárgyalta az önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok elmúlt évi működését. 6 alapítványról van szó, mindegyik valamilyen jó szándékkal, nemes céllal létrejött. Nem is az utóbbi években, hiszen az alapítványok között van 20-27 éve létrehozott alapítvány, és azóta működnek ezek az alapítványok, és ez örvendetes. És hogy miért is jöttek létre, hallható volt a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében végzett tevékenység, Karcag fejlődéséért végzett tevékenység, a nyelvtanulás segítéséért, és a közbiztonság segítéséért. Tehát látjuk, hogy mind hasznos, és az előző években eredményes. Anyagi kondíciójuk ezeknek az alapítványoknak különböző. Hiszen ha egy erős támogató iskolai, vagy éppen egy városi közösség nem áll mögötte, akkor nagyon nehéz az alapítvány működése. Egy nagyon meghatározó és eredményes támogató közösség sokat jelent. Ezt bizonyítják azok az anyagi kondíciók is, amelyekkel, ahogy említettem is, az alapítványok rendelkeznek. Örülnénk annak is, ha a bűnmegelőzési alapítványt létrehozó, egykoron létrehozó önkormányzatok a lehetőségükhöz mérten évenként egy bizonyos összeggel támogatnák ezt az alapítványt, hozzájárulnának az alapítvány működéséhez, hiszen a közbiztonság minden településnek, az ott élő embereknek a legfontosabb. És a rendőrség munkáját pedig valamennyiünknek segítenünk kell. Így az alapítványnak is, amely eddig is segítette és segíti, technikai eszközök beszerzésével, pótlásával, és köszönet azoknak az önkormányzatoknak, amelyek eddig is támogatták, így városunk önkormányzata, Kunhegyes, Berekfürdő, Tomajmonostora. És bízunk benne, hogy azok az önkormányzatok, amelyek eddig nem szerepeltek az elmúlt évi befizetők között, talán ők is teszik ezt, hiszen jó részt ezek az önkormányzatok városunk területén lévő rendőrkapitányság ellátási területéhez is tartoznak, tehát kétszeresen is érdekük.
Ezt szerettem volna ezzel az alapítvánnyal kapcsolatosan elmondani, összegezve a bizottság ülésen elhangzottakat, köszönet és elismerés az alapítványok kuratóriumának, hiszen díjazás nélkül végzik évek óta eredménnyel, sok munkával az alapítvány tevékenységét, és természetesen, hogy számítunk a továbbiakban is rájuk. Egy javaslat hangzott el, és ezt is szeretném megosztani itt a testületülésen. Javasoljuk a médiának, hogy adjon lehetőséget alkalomattán, hogy ezek az alapítványok képviselői a tevékenységükről beszámoljanak a nagy nyilvánosság előtt is, és ha ismerté válik még inkább a lakosság számára is a tevékenységük, bízunk benne, hogy támogatókra is találnak, és eredménnyel tevékenykednek. Még egyszer köszönöm az alapítványnak, és ezekkel a javaslatokkal, és ami a bizottság egyhangú álláspontja is volt, elfogadásra ajánlom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, illetve a hozzászólást. Lehet, hogy ünneppontú lesz a képviselőasszony, de a önkormányzatoknak ez egyáltalán nem feladata, hogy az alapítványokat támogassák, hogyha van lehetőség természetesen, mint ahogy egyéb más nemes célokat is szoktunk támogatni. Most nehogy bárkibe is olyan kép alakuljon ki, hogy innentől kezdődően majd az általunk alapított, vagy létrehozott alapítványokhoz dőlni fog a pénz, mert akkor a következő költségvetési módosítást nem fogják már megszavazni többen, nem csak az ellenzék pacsoraiból, hanem a fideszes képviselők sem. Tehát az alapítványok pontosan azért lettek létrehozva, hogy különböző pályázatokat, egyéb más lehetőségeket kihasználva dolgozzanak és éljenek, és teljesítsenek egy olyan valóban nemes küldetést, ami a rendelkezésükre áll. Tehát olyan hiánypótlást, olyan munkát végeznek, ami nem biztos, hogy az önkormányzatok feladatába tartozik. Tehát itt bizony tovább kell szorgoskodni, ügyeskedni, a pályázatokat nézni, és gyűjteni a kis pénzt, bálokat szervezni, rendezvényeket szervezni. Tehát arra várni, hogy az önkormányzat majd megtolja az alapítványok, közalapítványok büdzséjét arra hiába való várakozás. Azzal teljesen egyetértek, hogy a médiában szerepeltetni lehet és kell ezeket az alapítványokat, hogy az emberek megismerjék, megismerjék egy célokat, megismerjék a munkájukat, és ezzel mondjuk az adójuk 1%-ával támogassák adott esetben ezeket az alapítványokat. Abban is egyetértek képviselőasszonnyal, hogy iszonyatos nagy munkát végeznek a kuratórium tagjai, hiszen a jogszabályváltozás okán 3 főse csökkent a kuratórium létszáma, tehát egy-egy személyre, a kuratórium elnökére és a 2 tagra bizony sokkal több feladat hárul. Ennek megfelelően én is köszönöm a munkájukat, és elismerésre méltónak tartom, és kívánok sok erőt a folytatáshoz. Az is teljesen igaz, hogy különbözőek ezek az anyagi kondíciók egyes alapítványok részéről, nyilvánvalóan a témájuktól is függ ez. Az egyik közalapítványnál volt egy kis gondom még, ez a nyelvi laborról, a nyelvtanulásért alapítványról. Nem tudom, volt-e szó, nyilván a bizottság ízekre szedte a jelentéseket, és nem tudom, nem tűnte fel az, hogy mi a ennek az alapítványnak a célja, és bizony néha olyan feladatokat is elvégeztek, ami nem biztos, hogy hozzátartozik az alapítvány munkájához. Volt erről szó a bizottságon, gondolok itt például az egyébként nagyon fontos iskolaudvar rendbetételétől kezdődve mondjuk néptáncos ruhák vásárlásáért, mert a nyelvtanulásért, a nyelvi laborral, a nyelvtanulásért alapítványnak nem biztos, hogy ezek feladatai. Erről volt a szó, elnök asszony? Tessék, parancsolni. Mert ha igen, akkor nem tudom, a kuratórium elnöke nincs itt, nincs. A nyelvtanulásért, igen. Igen, tehát ugye
ezek a feladatok, amelyeket egy-egy alapítvány elvégez, ezek az alapító okiratban az alapítványok részéről meghatározásra kerülnek. Tehát csak olyan feladatokat végezhetnek el, amelyek gyakorlatilag az alapító okiratban. Tehát ez... Köszönöm szépen, ezzel teljesen egyetértek, úgyhogy mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy azzal foglalkozom minden alapítvány, meg közalapítvány, ami az alapító okiratában szerepel, nem mással. Köszönöm szépen, és még annyit az előzőekben, amit polgármester úr az önkormányzatoknak, tehát ugye én is így mondtam a kiegészítő gondolataimmal, hogy az önkormányzatoknak, ha van lehetőségük arra, így mondtam, és az anyagban is így szerepel a támogatásra, mert ha annak idején, hogy úgy mondjam, ott voltak ők is a támogatók között, hogy az alapítvány létrejött, akkor egy kicsit, hogy úgy mondjam, nem árt, hogyha anyagilag is támogatjuk, mert fontos. Köszönöm szépen, ezzel azt hiszem, hogy... Köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés, hozzászólás, kérdés, vélemény? Köszönjük szépen még egyszer az alapítványok tevékenységét, az ott dolgozók munkáját. Mindenképpen segíteni fogjuk őket valamilyen formában. Egyébként nagyon sok formában segítjük, ez nem csak anyagi segítség lehet egyéb más is. A terembérbeadástól kezdődően ingyenes terembérbeadás, meg sok más egyéb dolog. Ha nincs jelentkezés, akkor javaslom, hogy szavazzunk ebben a napirendi pontban, ha el tudjuk fogadni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulóan fogadtuk el. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk. Tájékoztató a Karcagi Többszínű Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthonának működéséről. Köszöntöm Csíziné, Örlős Katalin, igazgatóasszony körünkben. Tisztelt képviselőtestület, az lenne a jó, hogyha ilyen intézmény nem is lenne, de sajnos az élet bizony azt hozza, hogy nagyon sok olyan gyermek van, akinek megszűnik az otthonnal, vagy az otthonlakás feltételei, így bizony gondoskodni kell, egy hálót kell kifeszíteni, hogy ezek a gyermekek ne legyenek fedél nélkül, és a gyermekek átmeneti otthona pont ezt a nagyon nehéz, nem könnyű feladatot látja el. Nem irigylem az ott dolgozókat, mert hihetetlen munkabírásról, empátiáról kell tanúbizonyságot tenniük nap mint nap. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Kérdezem először intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e szólni a témában. Kíván, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! A gyermekek átmeneti otthonának szakmai beszámolójából két dátumot tartok fontosnak kiemelni. Úgy gondolom, hogy tiszteletlenség lenne részemről nem megemlíteni. 10 évvel ezelőtt nyitotta meg először az átmeneti otthon kapuit a rászoruló gyermekek részére, és ebben az évben 20 éves a gyermekvédelmi törvény, ami az 1991-es gyermekjogi egyezményre épül. A 2016 éves beszámolót tekintve elmondható, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan az intézmény kihasználtsága itt is, ebben az évben is több mint 100%-ra teljesült, pontosabban 117%-ot jelent. Ez 5305 gondozási napot takar, és 48 gyermek és 10 szülő, pontosabban édesanyja fordult meg az intézményben 2016-ban. Egy évvel ezelőtt arról számoltam be önöknek, hogy jellemzően a különleges ellátású igényű gyermekek, pontosabban a 0-tól 3 éves korosztályú gyerekek voltak az intézmény lakói 2015-ben. Ebben az évben a kamaszodó, a kamasz gyermekek voltak túlnyomó részt az intézmény lakói. Természetesen emögött takarékos és fegyelmezett gazdálkodás áll. Én szeretném megköszönni a Karcagi Többszínű Kistérségi Társulás munkatársainak, Karcagváros önkormányzatának a támogatását, a jelzőrendszer tagjainak, munkatársainak, bár nincsenek jelen sajnos, és polgármester úrnak a segítségét, a türelmét, a megértését, amit a tavalyi évhez hasonlóan tanúsít az intézményünk, illetve felénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.
Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e jelenkedés, kérdés, vélemény, bármilyen hozzászólás? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestre, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona tájékoztatóját a múlt héten a Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta. Ott is tett intézményvezető asszony egy ilyen kiegészítést. Én úgy gondolom, hogy a bizottság mindazonáltal, hogy támogatta a tájékoztató képviselőtestület elé történő terjesztését és az elfogadását, mindazonáltal kiemelte a bizottság is, hogy ez a munka, amire elhivatottságból, kitartásból és odaadásból igen-igen számot tettek a dolgozók, amit ők végeznek, mindenképpen érdemel egy köszönet nyilvánítást a képviselőtestület részéről is, és hát elsődlegesen itt most intézményvezető asszony számára, és kérjük, hogy tolmácsolja mindezt az ott dolgozók részére, hiszen ahogy ő is most is jelezte, és az anyagban részletesen számszakilag kimutatásra került, nem mindegy, hogy milyen korú gyermekek átmeneti elhelyezéséhez kell igazodni, és itt nem csak a belső lélekre gondolok, ahhoz való alkalmazkodás, és nem csak az élelmezést, de a ruházkodástól kezdve mindenre, amiről gondoskodniuk kellett. Én magam nevében és a bizottság nevében is kívánok ismételten további jó egészséget és kitartó munkát az intézmény részére, és kérem, hogy támogassa a képviselőtestület. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony, kiegészítését, hozzászólását. Valóban én csak javasolni tudom a tisztelt jelenlévőknek, képviselőhölgyeknek, uraknak, hogy egyszer egy fél órát tessenek rászánni és meglátogatni ezt a kumadarasi intézményt. Érdemes, nagyon, nagyon rendben van. Annak ellenére, hogy valóban az újszülöttől tulajdonképpen a nagy kamaszig mindenféle korú gyermek megtalálható ott, és még arra is van lehetőség, hogy a szülő is oda költözhessen, nyilvánvalóan ez bizonyos időhatárokig szólhat. Tehát iszonyatosan összetett feladatról van szó. Közben ezek a gyermekek amellett, hogy ruházni kell, letetni kell őket valamilyen nevelési vagy oktatási intézménybe is kell, hogy járjanak, erről gondoskodni kell. Nagyon nehéz munka, és bizony, hát nem a felső 10 000-ből kerülnek ki ezek a oda kerülő gyermekek, ez egyértelmű. Ha nincs további jelentkezés, akkor döntsünk, de mielőtt döntünk, én is tisztelettel köszönöm igazgatóasszonynak a munkáját és a munkatársainak is a tevékenységét, további kitartást kívánunk, javaslom a jelentés elfogadását. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 7. lapunk, rendi pontunk, javaslat a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Jogszabályi követelmény, hogy 2 évenként felülvizsgálatra kerüljön ez a nagyon népszerű program. Alig néhány ezer oldalas ez az egész, és köszönjük Szabóné Fábián Éva kolléganőnknek, hogy minden 2 évente gondozásba veszi ezt. Nyilvánvalóan nem fűztük hozzá az anyaghoz a igazi programot, mert nagyon nehéz lett volna bírni A4-es lapokkal, de mindenki, bárki megtekintheti ezt a leírt anyagot, érdemes átolvasgatni unalmas hétköznapokon. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Nagyon javaslom az elfogadását, nagyon szép, jól kidolgozott anyagról van szó. Szavazzunk, igen. Nem tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 8. napirendi pontunk, javaslat a Györfi István Múzeum alapító okiratának módosítására. Hiánypótlás miatt szükséges ezt megtennünk. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. 9. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására. Ugyanebből azokból kifolyólag, mint amire az imént szavaztunk, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, tehát egy hiánypótlást kell beiktatnunk.
Aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag fogadtuk el. 10. napi rendi pontunk, javaslat a Karcagváros település rendezési eszközének 2017. évi teljes eljárásban zajló módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek beérkezett véleményének elfogadására. A partnerségi egyeztetés lezajlott, a hirdetményen kapcsolatban vélemény nem érkezett. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni a javaslatot? Igen. Nem. Tartózkodás. 8 igen, 2 tartózkodás ellenében elfogadásra került a javaslat. 11. napi rendi pontunk javaslat. Közművelődési megállapodás megkötésére. Tisztelt jelenlévünk, a Debreceni Központ Ifjúsági Egyesülettel javaslom ezt a megállapodás megkötését. Korábbi években is dolgoztak, ténykedtek már Karcagon eredménnyel. Így célszerű lenne velük felvenni a kapcsolatot és egy ilyen közművelődési megállapodást megkötni. Pénzünkbe, egy filérünkbe se kerül, ebből csak hasznunk lehet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A bizottság is támogatta. Ha mi is támogatjuk, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 12. naprendi pontunk, javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges önerő biztosítására. Magyarra lefordítva, a Dérinő Művelődési Otthon mosdai igen lelakott állapotban vannak. Célszerű lenne a felújításuk, mert már most nagy a kontraszt a külső és a belső között. Most van lehetőség egy bizonyos összegre pályázni, ezzel kapcsolatos ez a javaslat. Egy kis önerő biztosítását kellene eszközölnünk, hogy valóban 21. századivá lehessen alakítani ezeket a helyiségeket. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Elnézést. 13. napi rendi pontunk, javaslat a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételre. A Karcagi Kísérség közössége címmel kívánunk pályázatot benyújtani konzorciumi formában. A támogatás 100%-os támogatottságú a pályázat. Hát összesen 96.476.863 forintra lehet pályázni, amiből Karcag nyilvánvalóan a lakónépességének megfelelő arányban részesedne, hogyha nyernénk, reméljük, hogy úgy lesz, akkor az közel 46 millió forintról beszélünk most. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tetszene-e támogatni ezt az elképzelést? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napi rendi pontunk, javaslat a Varró utcai bölcsőre felújítása című pályázat benyújtására. Egy 300 millió forintos pályázati lehetőség áll előttünk, szintén 100%-os támogatottságú. Nagy szükség is lenne a 3. pavilon újraboli megnyitására, mert úgy tűnik, hogy egyre többen igénylik a bölcsidei elhelyezést. Én úgy gondolom, hogy célszerű lenne ezen részt venni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Javaslom a támogatását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 15. napi rendi pontunk, javaslat az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázaton való részvételre. Ez pedig lenne a idősek otthona Horváth Ferenc úti telephelyét érinteni. Itt egy 250 millió forintos pályázat lenne a cél, úgy szintén 100%-os támogatottsággal. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Több bizottság is támogatta ezen a pályázaton való részvételt. Ha mi is támogatjuk, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, közöm szépen. 16. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag-Horváth Ferenc út 3-5 földszint egy szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank ZRT részére történő pályázaton kívüli bérbadásáról szóló hatát módosítására. A gazdasági tanácsadó testületülésen is tárgyaltunk erről. A GTT azt javasolta, hogy a bérbadás 19. december 31-ig történjen, és a havai bérleti díj az 113.300 forint per hó legyen plusz áfa.
vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm. 17. napi rendi pontunk, javaslata Kalcag Ohio tér 2 szám alatti 20,88 négyzetméter alapterületű nem lakáciájára szolgáló helyiség Regina 2003 BT részére történő bérbeadására. Egy üresen álló kis üzlethelyiségről van szó, amit büféként szeretnének ott üzemeltetni. Kemény feltételeket szabott a GTT itt is, és nyilván ez az anyagba is bekerült. A legszükségesebb adatok azért, a bérleti díj 25.000 forint per hó plusz áfa lenne, és 19. december 31-ig kerülne ez bérbeadása egyelőre, és egyéb más feltételek mellett. Kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban van-e? Tudjuk-e támogatni a javaslatot? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadása. 18. napi rendi pontunk. Javaslata Kalcag Horváth Ferenc utca 3-5 alatti 158 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségek virtuál shopping korlátolt felelősségű társaság részére történő bérbeadásáról szóló határozat módosítására. Viszont a képviselőtestület, itt egy bérleti díjemelésről van szó, 80.000 forint per hó plusz áfa lenne ezen túl a bérleti díja ennek a 158 négyzetméteres területi helyiségnek. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatban? Ha támogatjuk, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 19. napi rendi pontunk. Javaslata Kalcag Kacsó 16 szám alatti 228 helyrajzi szám ingatlan értékesítésére kért pályázat elbírálására. A volt jéggyár bukkant fel ismételten, biztos lesz még szó erről. Egy pályázat érkezett az InGruppo Kft-től. 6.200.000 forint plusz áfáról szólt az ajánlatuk, és ez nem éri el azt a szintet, amit a GTT meghatározott. Ennek megfelelően majd két hatalmi javaslata teszek javaslatot én is, amit el kellene fogadni, de előtte van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. Tehát magyarul eredménytelen lett ez a pályázat. Ha nincs jelentkezés, akkor javaslom, hogy a nevezett ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítésére két pályázat eredménytelenné nyilvánításáról döntsünk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, és a nevezett ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítéséről döntsünk. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 20. napi rendi pontunk. Javaslat a közoktatási intézmények feladatellátása szükséges ingatlanok kalcagi tankerületi központ részére történő térítésmentes vagyonkezelésbe adásáról szól. Tisztelt képviselőtestület, a 2017. január 1-től a Kalcagi Tankerület Központ lett a köznevelési intézmények fenntartója, amelyet ingyenes vagyonkezelő jog illet meg. Erről szól ez a történet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Meg még sok minden másról is, csak ugye röviden tömören szeretném összegezni. Nincs kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni a javaslatot? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 21. napi rendi pontunk. Javaslat a Kalcag Dózsa György út 29 szám alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekre. A volt könyvtár épületéről van szó. Köszöntöm körünkben szakképzési centrum igazgatóját. A könyvtár egy részét, az emeleti részt a szakképzési centrum foglalja el, de még ott egy nagy kungazdaköri terület is kialakításra került. Igazgató úrtól tudjuk, hogy a szakképzési centrumnak egyre több alapterületre volna szüksége, nagyon jó gazdája is ennek, ezeknek a területeknek, köszönjük is ezt, szépen újítgatják. A két résztvevő fél megegyezett abban, hogy a még nagyobb terület jusson a szakképzési centrumnak.
ami a használat helyett vagyonkezelői státuszt szeretne kapni. Javaslom, hogy támogassuk ezt a kérdéseket. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, itt is két határti javaslatról kell döntenünk. Az első a Kasszági Szakképzési Centrummal kapcsolatos vagyonkezelési és használati szerződések megkötéséről szóló 239/2015 határt módosításáról döntsünk elsőként. Ha ezt elfogadjuk, jelezzük. Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Valamint a Karcag Dózsa György út 29 szám alatti nem lakáshelyen szolgáló helyiség Karcagi Nagykun gazdakör részére történő pályacokon kívüli bérbeadásáról szóló 241/2015 határt módosításáról is kell döntenünk. Aki ezt tudja támogatni, jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 22. napi rendi pontunk javaslat a Karcag Kálmán utca 3919/4 helyrőli szám alatti ingatlan, azaz a víztorony Digi távközlési és szolgáltató Kft. Részére történő részbeni bérbeadására. A bérelni kívánt ingatlan rész egy 25 négyzetméteres terület és éves bérleti díj az 1 millió forintban lenne meghatározva, ezt is betárgyaltuk a GTT-n. Javaslom ennek a területnek ilyen összegért történő átadását. Kérdés, hozzászólás van-e? A bizottság is támogatta. Köszönöm szépen. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 23. napi rendi pontunk javaslat a lakossági önerős közterületi szennyvízelvezető gerincvezetékek építésének önkormányzati támogatására. Tisztelt jelenlévők, a lakossági önerős közterületi szennyvízelvezető gerincvezetékek építésének önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat aktualizálása vált szükségessé. A támogatási rendszer lényeg, hogy a korábbi 50%-os szervezettség mellett 66%-os részvételi arány lenne előírva, illetve a belépők részére nem fix összegű támogatást nyújt az önkormányzat, mint történt ez a korábbi esztendőkben, de ez is mindenképpen egy óriási előrelépés és lehetőség a szennyvíz elvető társulásoknak, a lakosságnak az összeállására. Én javaslom, hogy fogadjuk ezt a napirendi pontot, mert nagyon-nagyon sok területen kell még közbeavatkozni, illetve segíteni, támogatni az ott élőket, akiknek még ez a lehetőség nem adatott meg. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 24. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, a jelentésekhez. 11 darab jelentést tetszenek találni az anyagban. Bármelyikhez van valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, összevont szavazást javaslok. Aki tudja támogatni az elfogadásokat, jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 25. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, és ahogy jeleztem a testületi ülés elején, innentől kezdődően majdnem végig zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a napi rendi pontokat. 33. napi rendi pontunk következik. Javaslat Karcagváros település rendezési eszközének 2017. évi módosításaihoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére. A kormányrendelet előírása szerint kikértük a környezetvédelmért felelős államigazgatási szervek szakmai véleményét. A szervek egyike sem tartja szükségesnek a vizsgálat lefolyását, lefolytatását. Vitára bocsájtom a napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A bizottság megtárgyalta és támogatja. Tudjuk-e mi is támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás. 7 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra került a javaslat. 34. napi rendi pontunk, ami egyben az utolsó, és javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében rendkívüli szociális támogatás igénylésére. Erre van most lehetőségünk. Én úgy gondolom, hogy éljünk ezzel.
a lehetőséggel, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e. A bizottság szintén támogatta ezt a kezdeményezést. Ha elfogadjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, előzetes programról adjon, legyen kedves tájékoztatást. Július 1-én érkezik Karcagra a Tour de Hongrie országos kerékpáros körverseny, melynek városunk rajtállomása. 11 órától programokkal várják az érdeklődőket a Kossuth téren, a rajt 13 órakor lesz. A rajtról légifelvétel is készül, és lakott terület fölött helikopter lesz látható, ezért a rendezők az ebből adódó kellemetlenségek miatt a lakosság türelmét kéri. Július 8-án rendezik meg a 13. 3. kerületi kézi arató versenyt és népi ételek főző versenyét a Szent Annai Sámuel középiskola területén. A kézi aratás mellett a hagyományos sültészták és kalácsokat és az arató pálinkákat, a paraszti arató terítékek elkészítését is értékeli a zsűri. A kulturális programok mellett lesz lovas bemutató, játszóházi foglalkozás, este pedig a Zanzibár együttes koncertje szórakoztatja a közönséget. Augusztus 16-án a 26. Nagykunsági Kulturális Napok keretében az Experience 1001 év című táncházi produkcióját láthatják az érdeklődők a városi sportcsarnokban. Köszönöm szépen, és egyéb más múlatságok is lesznek még itt a nyár folyamán. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb a munkatervtől eltérően 2017. szeptember 27-én szerdán 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Tehát tulajdonképpen csütörtökről átkerül szerdára. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Bizonyára lesz megfelelő mennyiségű téma, összegyúlik addig a hosszú nyár folyamán, amiket meg kell majd tárgyalni. Viszont képviselőtestület, mindenkinek megköszönöm a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, a kedves televízió nézők figyelmét, a mai ülést ezennel lezárom. Mindenkinek nagyon kellemes nyári szabadidőt, szabadságot, vakációt kívánok.